Dunaparti, Dumaparti, Bulvár, Vegy, Kasszár, Hegyek. Ez a heti hetes. Heti hetes, heti hetes. A fekete leves. Heti hetes. Jó estét kívánok, köszönjük szépen. Adásunk legelején egy 25 éves fiatalembernek üzenem, hogy Tomika, nyugalom, meg tudsz gyógyulni. Mivel ez a hét is bővelkedett megbeszélni való hírekben, ezért csak nagyon kevés levélből szeretnék idézni, hát például itt volt nekünk a köztársasági elnök választás és másféle. De még mielőtt belecsapnánk, szokatlan módon szeretnék hangot adni mondjuk személyes véleményemnek, és tulajdonképpen a szerkesztőség véleményének is egyben. Nevezetesen szerintem legalábbis nagyon jó, hogy vannak szőkenős viccek, rendőr viccek, cigány viccek, zsidó viccek, bármilyen vicc, és még tegyék hozzá mindazt, amit önök is tudnak. És ezek a viccek rendszerint nem is arra szolgálnak, sőt, soha nem arra szolgálnak, hogy az adott csoportot megbántsák. És általában nem is azok tiltakoznak ellenük, már ha elhangzanak egy-egy adásban vagy valahol, akiket érint. De ez most egy kivételes helyzet, mert múlt heti adásunkban ugyebár hírként szerepelt, hogy az országos cigány önkormányzat ülésén székeket törtek össze. Mi nem éreztük bántónak Bajorimi rövid paródiáját. Viszont Kozák Oszkár, a Roma Vállalkozók Szervezetének elnöke ezt írta, idézem, Bajor művész úr pár percig szórakoztatta a közönséget, de ezzel egyidejűleg az ország... Nem pár percig, 20 percig. De ezzel egyidejűleg az ország cigányságát járatta le, majd levelét ezzel zárja. Maradok hű nézőjük, további sok sikert kívánok. Én annyit válaszolni kell erre, mert hogy megvettem. Anya, de megmondtam, hogy balhé lesz belőle. Tényleg annyit mondanék, hogy hát... Nagyon sok ilyen könyv van, amely a cigányságról szól. Rendkívül sok, nagyon-nagyon kedves, fantasztikus barátom van. Több ezer fellépésem kapcsán mindig a cigány emberek kérik, hogy egy kicsit utánozzam őket. Soha a büdös életemben én nem csak őket, másokat sem szoktam, de őket meg aztán depláne nem. Borzasztóan szeretik, és úgy gondolom, hogy én ezt jól is csinálom. Tehát olyan sok emberek nem kell csinálni, mert ők nem csinálják jól. De én jól csinálom, nagyon szeretik, én nagyon szeretem őket, semmi problémánk nincs. Úgyhogy a dolog innentől kezdve azt gondolom, hogy okafogyott, hogy erről beszéljünk, mert... Most funkciója van, hogy közbevágjak, ne haragudj. Igen. Én azt gondolom, hogy ezt is megtudod, és mi mindannyian meg tudjuk beszélni valakivel, hiszen szeretettel köszöntjük a stúdióban a talán leginkább érintett cigányvezetőt, az Országos Cigány Önkormányzat elnökét, Kolompár Orbánt. Tisztelt művész úr, mivel tudom, hogy szereti a skót viszkit. Bocsánat, én is tudok így beszélni, bocsánat. Engedje meg, hogy a magyarországi cigányság nevében sok szeretettel adjam át önnek és a csapatnak, és kérem, hogy a szünetben fogyasszák egészséggel a cigányság egészségére. És még egyszer köszönöm. Én hozzám a zsidó hitközség még nem jön föl, köszönöm. Hát valószínűleg anyagi okok miatt. Jaj, Istenem. Így kell ezt, így kell. Ez a helyes. Példaérték. Na most, ha még eljön hozzánk az Orbán Viktor, meg a Gyurcsány is egy-egy viszkivel, akkor minden rendben. Ez mi a baj? Hát az a baj, hogy ezt a skótok kérik ki maguknak. Sok szeretettel a humor nagy ágyújának szeretünk... Ágyújnak, nem? Nem. Nem, Akkor én kérem ki magamnak ezt. János, te ebbe az évben már kaptál egy Kossuth-díjat, most már nyugodj meg, jó? Teljesen érdemtelen. Na. Sok szeretettel, és még egyszer kihangsúlyoznám, a humor nagy ágyújának,
mondottam, nagyobb port kavar fel. Nem. De valahogy az ágyú nem sül el. Hát szeret... Jaj. A májam. Szeretünk, ami nagyon fontos. Szeretünk, nem perelünk. Kolompár Orbán elnök. Ha szabad az elnök urat kijavítani, mindenben egyetértettem Kolompár Orbánnal, és nagyon örültem a jelenlétének, csak a javaslatát, ha lehetne, módosítanám, mert azt mondta, hogy a szünetbe fogyaszd el. A végén. Mert... Jó, ez ugye a végén is, igen. Hölgyeim és uraim, mint azt önök tapasztalhatták, idestova 6 éve igyekszünk önöket felvidítani, és mi a magunk részéről nagyon örülünk annak is, hogy ne örülnénk, hogy nagyon sok törzsnézőnk van. Közéjük tartozik Darvas Iván is, akit ezúton szeretettel köszöntünk, hiszen holnap után lesz 80 éves. És akik még nincsenek 80 évesek, Bajor Imre! Dávölgy János! Hernádi Judit! Verebet István! Hajós András! Farkasházi Tivadar! Érem tisztelt, egy levelet kaptam, de egy részt felolvasok, hogy milyen a világ. Pécsről írta valaki, reagál valamire, nem is ez az érdekes, hanem azt mondja, hogy péntekenként több heti, illetve napilapot veszek egyszerre, és egy hét alatt olvasom el őket. Ha látná a pénztárosoknak az arcát, amikor a 168 órát beüti a gépbe, és pártalástól függően már el is könyvel, pozitívan vagy negatívan, olyan bamba arcot tud vágni a következő tétel a heti válasz kapcsán, mintha UFO lennék. Visszafelé is igaz, miután a magyar nemzet után kérem a népszabadságot, összezavarodva kezd forgolódni, hogy itt valami nem stimmel, keresi a kandi kamerát. Úgy lehet megnyugtatni a legjobban azzal a technikával, mindig hozzá kell vásárolni egy ilyen undorító pornó újságot, mert akkor tudják, hogy ja, az ilyen beteg ember, az olyan... Bocsás, kaptam egy levelet, nagy hívünk, törzsnézőnk, leírja, hogy mindig nézi az adást, nagyon tetszik neki, de azt ne csináljuk, meg azt se csináljuk, meg azt se csináljuk, szóval semmi tulajdonképpen felsorolja, hogy mi az, ami abszolút nem jó, de ő neki nagyon tetszik egyébként, csak azt a sok mindent egyáltalán ne csináljuk. Hát most ezt nem tudjuk mit csinálni. Hát most önnek tetszik, vagy akkor abba hagyjuk, vagy nem tudom. Sólyom László Magyarország új köztársasági elnöke. Kedden 3:30. Kedden 3:30 után néhány perccel Mandur László, az országgyűlés alelnöke bejelentette, Szili Katalin 182, Sólyom László 185 szavazatot kapott. Nézői levelet kaptunk, ezt elmondom. Tisztelt hetesek! Azt meséljék el nekem, milyen demokrácia az, ahol a parlamenti képviselők egyik harmadának megvan tiltva, hogy így szavazzon, másik harmadának megvan tiltva, hogy úgy szavazzon, harmadik harmada még a szavazólapját sem veheti fel, azt a hármat pedig a 396-ból, aki mégis szavazott, a parlament volt elnöke levakondozza. Segítségüket köszönöm, dr. Himmer Péter. Ez három két teljesen különböző történet. Az első, hogy két macerű jelölt között döntöttek, kiváló köztársasági elnöke lesz az országnak, és nagy izgalommal várom azt a pillanatot, amikor először az Alkotmánybírósághoz fordul, azért az egy érdekes dolog lesz. Ő a legkiválóbb alkotmányjogász. A második, hogy rémesen döntöttek, tehát amit ez alatt a pár nap alatt volt, az egyszerűen szörnyűséges. A harmadik, hogy az egyik oldal hótamatőrnek bizonyult, szerintem ezután nehezen nevezhetik magukat, de egyszerűen az politikusnak. Az valamit rosszul tud csinálni. Igen, de szereti a dilettáns. Én annyit gondoltam rád, tehát matematikailag, hogy az miből gond, én néztem előtte két napig a tévében, amikor az MSZP-sek nyilatkoztak, Katika győzni fog. Azt hiszem, de matematikailag ne, Katika győzni fog, hogy elakadt egy lemez náluk teljesen. Ezt... Igen. Tudtam én, ha megkapod a Kossuth-díjat, majd lesz neked véleményed. Ez
Ekkora marha vagy, Istenem, nem, ez komolyan. De azért nem adok nekik egyes, mert szerintem nem ismerjük a számokat. Hát tehát erről van szó. Nehéz lenne megmagyarázni, hogy mi az egyes és az ötös között a különbség. Gondoljátok el, 2 hónappal ezelőtt volt egy kongresszusuk, amihez azt mondta Kuncze Gábor, hogy sok sikert kívánok, de nem ezt a mondatot kellett volna figyelni, hanem az arcát. Onnantól lehetett tudni, hogy ő hogy érez. Innentől kezdve azt mondjátok meg, hogy azon kívül, hogy 2 hónapon keresztül minden nap ezt a lemezt ismételgették, és bementek a napkeltébe, és ottan reggeltől késő délelőttig egymás után nyilatkoztak. Mit csináltak? Mi történt? Nem tudom, csak a Verebes megtámadott, akkor most javítom. Kedves MSZP, csak matematikailag segítenék, ne hallgassak. 2005 után 2006 jön. Csak igen, hogy lesz választás, csak hogy... Hát, ne tessék a Gálvölgyire hallgatni, már hiába. Akkor 2008 jön, na mindegy, hát nem. Kedves levélírónak, aki azt kérdezi, ugye, hogy ez hogy lehetett az egész, hát a ízléstelen országnak egy ízléstelen körülmények között nem született köztársasági elnök jár. Nem. Kikérem magamnak, de. Azt akartam mondani, amit én ebben a 2 napban láttam, az teljesen elszakadt a valóságtól, és nem ilyen ez az ország. Nem ilyen ez az ország. Nem ilyen. Pistának van igaza. Nem Pistának van igaza, ezt gondolom. Idevágó véleményet írt a interneten Doven. Mi a különbség a parlament és a bolha cirkusz között? Semmi, mindkettőben élősködők pattognak. Abban, Pista, abban egyetértek veled, hogy azért ami történt, a köztársasági elnökválasztás, ez egy politikai kérdés is, ez egy stratégia volt. Tehát valóban azért nem kell azt képzelnünk, hogy az úgy történik, hogy az angyalkák leereszkednek a mennyből, mindenki megfogja egymás kezét, és akkor szépen, mert ezt nem gondolom. De annak a túl taktikázásnak és túl fölösleges bonyolításnak azért az ízléstelenség határ. De ez ugyanis az a taktika, az országban nem ilyenek az emberek. Az emberek egyenesebbek ennél. Emberek tisztességesebben nyilatkoznak egymásról. Nem igaz. Van köze hozzá. Azt akarod kérdezni, hogy mi köze magának a köztársasági elnöknek ehhez? Nem, nekünk mi közünk van hozzá. Te ne hallgass, hogy az Áder azt mondja, hogy vakondok vannak az MDF-ben. Utána 10 mosolygó ember beletart egy ilyen papírt a képernyőbe, a Horváth Balázs kijelenti, hogy ő a vakondok. Az a Horváth Balázs, akinek a felesége színésznő szerintem, ha más nem a Hamletet egyszer talán látta, hát a Rosenkranz és a Guildenstern talán tudja, hogy hát ő az, ilyen jó régen játszotta valaki el ezt a két... Hagyjál már! Mi közön van nekünk ez? Hát nekünk mi... az a közünk hozzá, hogy ezeket az embereket, ezeket a technikákat, ezeket mi választottuk be a parlamentben. Nem először, tehát ez nem egy olyan parlament most, ez ugyanazokból az emberekből áll, 70-80%-ában, akik a rendszerváltás óta forognak a politikai elitben, és ezeket mi választók választjuk meg újra és újra, kiskörzeteinkben, helyi önkormányzatban és a parlamentben mindenhol. De ugyanúgy járt a Fidesz, mint a Talmácsi, akinek szívből gratulálok, mert 30 éve nem nyert magyar motor. Egyetlen egy pillanatban vezetett a Talmács a célban, mert a 2 első helyezett a cél előtt néhány méterrel összeütközött, pont amit az MSZP és ezért csinált, csak ők 2 hónappal hamarabb ütköztek össze. Igen. Akkor vették észre ma. És ha már a gratulációnál tartunk, akkor viszont a Roland Garros 2-szeres junior bajnokát is tapsoljuk meg. Hogy hívja? Szávai. Ágnes. Igen. Tegnap szombaton kongresszust tartott az MSZP, amelyen értékelték a köztársasági elnökválasztás tapasztalatait. Ma meg nem tudjuk, hogy mi volt tegnap. Hát különben volt miről. Megmondom. Egyről nem fognak beszélni, arról, hogy gyakorlatilag az egész az identitásukról és a presztízsükről szól, hogy ugye egyszer már kifacsarták őket, ugye, mert jött egy nem belülről tőlük egy olyan miniszterelnök, mint a Medgyesi, aztán jött egy még olyanabb, ugye, a Gyurcsány, akit ők nem nagyon akartak, tehát a régiek. Akkor a Gyurcsány egy csomó olyat válogatott be a kormányba, ami megint nem tőlük van, nem a régiekből van. És aztán jött, hogy egy csomó olyan lépés, ami inkább az SZDSZ-nek a koncepciója, és egyszer csak
ez a hamis illúzió, akkor a szilit mi hagyjuk. És ehhez tartották magukat, ez a tévképzethez, Szili személyétől függetlenül. De teljesen mindegy, mert bármilyen nevet be lehet helyettesíteni. És ez az illúzió, ez a ami a presztízst illeti, ez egyrészt azt igazolja, hogy már rájuk tényleg semmi szükség nincs, most már beszélnek is arról, hogy a Gyurcsány oda se figyel rájuk, most már ő intézi a dolgokat, és ez a vég, ez a vég. Erről nem fognak beszélni. De Pista, sokkal szebben azt is. Mondani, hogy hát együtt elszúrtuk, kollektív felelősség, majd Kádár elvtárs majd kiküszöböli a csorbát, vagy nem tudom. De sokkal szebben is el lehetne mondani, szóval olyan vészjósló volt az arcod. Hát ez egy kedves pillanat. Tulajdonképpen ugye ezzel a szegfűvel elég sok baj van, mert hogyha kivágjátok, akkor a vörös ötágú csillagot lehet összeállítani belőle. Tehát igen. Gyakorlatilag már ez egy... Már aki bajlódik vele. Igen. Na most én ajánlanék egy másik jelképet ezen túl, mert ők tulajdonképpen ez alatt a pár hónap alatt végig következetesek voltak, ugye? Igen. Na most, ki az, aki következetes? Az ökör, és ezt a Bismarck mondta. Igen. Ezt javaslom jelképnek. Igen. Pontosan úgy... Én egy virágot, én azért ennyire durvát nem... Ha váltanak virágot, akkor a szegfűből innentől kezdve lehetne tátika. Biztos vagytok ti abban, hogy ezt az MSZP... vesztette ezt a dolgot el, és azt, hogy ezt elvesztette, arról a Fidesz tehet? Mert ha úgy vesszük, hogy van két MSZP, és amit te mondtál, az nagyjából ezt jelenti, és én például abszolút úgy látom, meg én a kezdetektől úgy olvastam ezt, ahogy a Gyurcsány eleinte nem nagyon akart a Szili mellett kiállni, hogy annak a folyamatnak, ahogy az MSZP nagy mogújait folyamatosan állítják félre, és van egy generációváltás az MSZP-n belül, annak ez a megkoronázása, és a Gyurcsány szerintem olyan helyzetbe került, hogy egyszer csak azt kellett mondania, most vagy megszabadulok, vagy megebb szabadulok ezektől, akkor presztízs veszteség, és szerintem megkockáztatta azt, hogy inkább bukja el a párt a Szili Katalin, de Szilivel együtt ismét gyengüljön az a lobby, akihez kevés nem tartozik. A Szili nem fog gyengülni, a Szilietől erősödni fog. De igen, hol? Ez érdekes az módon is. Az biztos. Lesz majd. Te focisztál? Valószínűleg. Én focisztam, egyszer rúgtam egy gólt a hátammal a saját kapunkban. Hát te! Hát akkor te lehetnél pártvezető az MSZP-ben. Én meg azt hittem, hogy akkor te válogatott játékos voltál. Ugyanis van egy nagyszerű szatírája, egy középcsatáról, elég keserű és komoly szatíra, aki goltuk a saját csapatának, átkigyózik a fedezeteken, a védőkön, és a végén már tudják, hogy öngolt akar rúgni, és ezt megteszi. Tehát az nem jó egy csapatban, amikor egy csapatban két csapat van, és egymás ellen fociznak. Az egyik labba, amiben írok, 5 nappal azelőtt volt labzárta, és meg kellett jósolni, hogy mi lesz. És megírtam életem egyik kedvenc filmjét, a Branca Leone Armádiáját. Idősebbek talán látták, mert ennél jobb jelenetet én nem tudok hasonlatként, amikor a múrok el akarják foglalni a várat, és a Branca Leone vitorjog azt mondja, kitalálja, hogy egy hatalmas lyukatásnak, és ezek ilyen faltőkassal döngetik a kaput. Ugye, és akkor hirtelen kinyitják a kaput, és a lukba az összes múr beleesik, és akkor ők győznek. Csak egyetlen egy probléma volt, ők így döfködték ezzel a nagy faltőkossal a kapu kinyit, berontak, és ott álltak egy tök üres várba, nem láttak senkit, ugyanis a várvédők addigra beleestek a saját vermükbe. Na most pont ezt csinálták meg több hónapos, szívós, szisztematikus munkával, és volt még egy hasonlatom, láttátok a két Schumacher testvérek, ugye, akik 250-nel egymással húzott kormányjal mentek be a kanyarba. Pont úgy, amit a koalíció csinált, csak az a különbség, hogy azokon volt bukós isak. Azt tudjátok, hogy a kamikázéknál is kötelező volt a bukós isak? Ezek bukós isak nélkül csinálták. Csak ez abszolút, a kamikázén, minek a bukós isak? Hogy meg ne üsse magát, hogy megsérül. De nekem, amit te szoktál mondani, a gladiátorok, hogy a gladiátor küzdelemben nincs kitűnő második helyezett. Gratulálok a már. A magyar futballválogatott legyőzte Izland válogatottját. De akkor... ezen a meccsen kim volt személyesen, és első hírből tudom, Havas Henrik. Ott ült
Na, jó, hát nem, mint gejzír volt kint, mert beszartak az izlandi gejzirek, és kihívtak egy szakértőt. A győzelmet Lothar Matthäus így kommentálta. Nem is tudom, hogyan sikerült, hatalmas szerencsénk volt. Amit ma műveltünk, az nem is futball volt, hanem valami más sportág, nem tudnám megmondani, hogy micsoda. Régen úgy hívták focit, de hát ma már... Bocsánat. Bocsánat, a tegyitől szeretnék kérdezni. Te, ezt úgy mondjam, mintha egy szakíró vagy egy drukker lenne. Neki nincs felelőssége abban, amiről beszél. Még valamit mondok, ő ült hozzá a legközelebb. Hát képzeld, de ő nem tudta megállapítani, hogy az micsoda, ami a pályán folyik. Pontosan, ahogy mondjátok, folytatódik, hogy a szövetségi kapitány ekkor azt kell, hogy mondja, én pedig nem is vagyok szövetségi kapitány, hanem valami más, nem tudnám megmondani, micsoda. De az... Rettentő egyszerű, mert ha én oda megyek, és elmondom, hogy ez nem foci, és kifizetik nekem egy évre, amit a Matthäusnak, hogy nagyon elégedett vagyok. Ezt én is meg tudom csinálni. Gyerekek, ez úgy, ahogy van, szar. És a csuska. De tudná itt csodálkozni, és amikor egyszer győzöl véletlenül. Ajjaj! És tudsz én? Győztünk, Jézus, gólt rúgtunk. Mi van itt? Bocsánat. Mielőtt Teddy belevágna, Vonyi prekoncepciója az adásról interneten jött. Ha lesz Teddy, ez a hír hazavágta az eheti adást, mert Jáksó Laci beolvassa fél perc. Teddy értekezik, hogy kik voltak az izlandi csapat tagjai, melyikük hányszor ment heringre halászni az elmúlt 20 évben, melyik dán miniszterelnök unokahúga élt vadházasságban karcárnyú delfinnel, kivel és hal, akarom mondani, hol játszott akkor éppen Kasparov, és hajrá Fradi, mindez 55 perc, Jáksó Laci elköszön fél perc. Nem, én ugye hiszen... ellenzékben vagyok hónapok óta a Matthäus kapcsán. Én azért szeretem a Matthäust, mert egy kis élenkséget visz ebbe a semmibe. Ugyanolyan semmi van, de vele érdekesebb. Én nem állítom azt, hogy ő bármit csinált. Egyébként a sok... Miért vele mindig érdekes lenne? Miért? Hát mert csak szórakoztató vagyok, mint a Matthäus. Tehát a Baróti Lajos vagy a Sebesen soha nem csodálkozott, hogy győzött a magyar csapat. A gyerekek, hol vannak már a Barótik meg a Sebesen? De futcit ugyanúgy játsszák gólra, nem? Vagy... Te, ha akarsz sok pénzt keresni, akarok. Angol fogadóirodába lehet tenni a magyar csapat továbbjutására, tudod mennyivel adják? 101-jel. 101-jel? Hogy továbbjutunk a csoportból? Akkor te nagyon... De azért tettél, egy fontot föltettél azért. De hogy tett nem. Fel, hát nem hülye. Ne hülyeskedj. Én csak lóversenyezek. Nem képzel. Na mennyit nyertél, akkor erről dumáljunk, Teddy. Nyertél? Az az igazság, hogy a Mimiék még kim vannak. Miami-ban? Miami-ban, tegyük hozzá. Mimi vette egy cipőboltot, ott rakosgatott. Gyerekek, ti nem tudjátok, hogy a lóverseny ott mit jelent? Nem. Még Amerikában megvettem a szekretárjátnak a képét. Kinek? Bocsánat. Az egy olyan ló volt a szekretárját. Hát, nem, minden lovat nem ismerhetek el. Az megnyerte a Triple Crown. Nekem van egy Rembrandtom, de az nem olyan érdekes. Megválasztották Amerikában az év sportolójának egy lovat. A lovat? A lovat. Hát, na, ott is jó mennek a dolgok, se jó kell. Szerintem még egy éves politikus lesz. Nem. És ott is vettem egy képet a szekretáriattal. És dedikáltattad a lóval. Azt mondta a ló... Elég drága volt, mert a zsoké dedikálta. A ló helye. És a fiam odafordult. Benedek odafordult az eladóhoz, és megkérdezte, tessék, mondani, olyan kép nincs, amelyiket a ló dedikált? Tudod, mit mondott? Van. Nem, sajnos uram, nincsen. De fájdalommal az arcán, tehát nem mindegy képtelenséggel válaszolt, hát, hanem nekem sajnos nem sikerült olyat szereznem, amit a szekretáriát... Milyen szörnyű a te életed, hogy azt gondolod, hogy a ló ír, pedig skót. Mimit soha nem mutatják meg, pedig nekem van egy közvélemény kutatásom, egy adatom. Hogy? Ismertség, hogy azt mondja, Dobrev Klára 8%, Léva Janikó 11, Mimi 81. Világsztárt csináltunk a feleségedben. De Mimit az emberek választották, tegyük hozzá. Azt szerettem, hogy az emberek választották. Nagyon jó sajtószínöke van. Még mindig a hírhez, Dóven egyébként ezt hűzte hozzá internet. Mi a különbség Lothar Matthäus és Gyurcsány Ferenc között? Semmi, mindkettő cserélgeti, próbálgatja a csapatát. Igen. De annyi van, hogy a magyar válogatott 100 lépés még soha nem tett egyfolytán. Reklám következik, és a... Tituma Parti Bulvár, egy kosztár egyek, ez a heti hetes. Heti hetes. A fekete leves. Heti hetes.
Köszönjük szépen. Kongresszust tartott a munkáspárt. Ez a műsornak melyik pontja? A második. Vagy mit kérdezel? Hogy a... Ez, tehát ez a műsornak dramaturgiailag melyik pontja? Az, amikor már alszol, Pista. Ez. Tökéletesen. Még a reklámnál még a biopont, vagy miért túrót, vagy a***jelt, azt látom. Na, se tudod elmondani. És aztán utána már. Pista, azt kérdezem meg csak, hogy ez nekem olyan plasztikusan, hogy van egy olyan, hogy egy fotelet, gondolom van, vagy ahonnan ez történ, ágy, és van egy ilyen kis parizeres kenyér félig megéve egy lecsúszva. És egy picit esetleg fityeg egy ilyen darab parizer. A kisfiam fityeg rajtam, mert az is nézi. Csak elmondom, a kisfiam mit mondott, bementem a szobájába, és hirtelen az összes Lego, ami néhány év alatt ott volt az asztalon, mondom, hú, mondom, hogy neked mennyi Legód van, azt mondjam, hogy öröklik az unokáid. Hihetetlen dumája. A Gálvölgyi unokája nekem meg első találkozásunkkor azt mondta, hogy a majomimi kicsit fájt, és akkor utána meg azt mondta, hogy bajomimi. Itt a bajomimi, igen. Még soha nem. Úgy beszél, mint a Farkasházi, teljesen. Teljesen úgy beszél. Az ő gyügyegését jobban elviseled. És nem olyan hosszú. De otthon nagyon jól tudsz aludni, de azt mondd meg, és ezt most nem vízből kérdezem, hogy színházba hogy kell aludni. Azt te, várj, ezt én elmesélem. Nézed az előadást. A Verebessel ültünk egy premiéren. Na most ő úgy van a premiérekkel, hogy nagyon szereti egyébként, mert színházi ember, de nagyon tudja őket unni. Pont azért. Így ültem mellett, s még életben felejtem el. Körülbelül 16 perc telt az előadásból, erre lettem figyelme. De még nyitva volt a szeme, és ennek nagyon örültem. De már a színpadon is hallották. A színpad nem. És egyszer csak még egy olyan 5 perc eltelt, és a következő volt, de az a visszavonhatatlan. Tehát a... Azt a szégyent, azt a mor... Pista, kejf, Én megpróbálok mindig tisztelettel viselkedni. Itt ha nem unatkozom, végem van. Tehát ha nem alszom el, és botrány, mert fészkelődöm, mert nem... Megőrülök. És képzeld, a körülötted ülök. Én is voltam egy bemutatón, és én is nagyon fáradt voltam az első részen, de én nagyon decensen tudok így aludni. Na jó, hát nyilván be voltál rúgva, meg lebattod a parókában. Nem ez a... Megírták a lapok, anyukám! Dehogy is, az első felvonáson viszont kipihentem magam, és a második felvonáson rosszabbul jártak, mert annyira föl voltam háborodva, vagy én még ilyen rossz. Folyton mondom, hát ez borzasztó. Rávölgye megmondott, hogy fontsoros napszemüveget viseltem a iskolába. De a fontsor az, hogy nem lehetett látni a szememet. És akkor volt, hogy mondjuk ott volt a tanár, én így betettem a fejemet, és ő beszélt, és én aludtam. Egy nagy baj volt, amikor a tanár elmozdult. Mert én még mindig egy irányba aludtam. Ebben a bűfőben Bessenyei Ferenc mondta a legszebbet, az a drágáim, én ha játszom este, ha nem, én 7 órakor alszom. Puszti Péter azt mesélte, hogy akkor tett le a Madách Színházról. Hát az, hogy a Madách Színházban aludtak az emberek előadás között, ez természetes. Hát idővel ugye kedves, szép darabokat játszottak, és elelszúnyáltak. Én akkor még nem voltam ott, csak mondom, igen. A Cseresnyi és Kertet játszották a Madách kamarában, és ő, mint Asztrof doktor, kezdte az előadást. Nem volt a függöny. 3 gong, ment föl lassan a függöny, és neki meg kellett, amikor fölért a függöny, meg kellett szólalni. És ahogy ment föl a függöny, látta, hogy az első sorban egy pali, ahogy megy föl, mire fölért a függöny? Tehát még nem szólalt meg senki, és már egy ember elaludt. Azt mondta, akkor vége, akkor itt. Hát ez a husztival volt meg a körben, de lovát, tehát lovagok főpróbája volt, igen. És azt látták, hogy egy öreg asszony, de nagyon erősen alszik az első sorban. Egyszer csak fölébredt, és mondta, magukat kiengedte be! Egyetlen azt mondja fel, nem csak az alvás nehéz,
Színházban. A Vén Európa Hotel című darabot rendeztem Nyíregyházán, egy kicsit olyan nyúlósra volt rendezve, nagy csöndekkel, nem kockázatos előadás volt. És a Gazsó Gyuri játszotta a főszerepet, és a második rész egy nagy szünettel kezdődött. És a Stúdió Színházban volt, tehát ennyire volt a közönség. És egy asszony, ahogy elkezdődött a második rész, elkezdett egy banánt megpucolni. És a Gazsó érezte, hogy itt nem tudja megteremteni a helyzetet, oda ment, megfogta a hölgyet, kivitte a ruhatárba. Vigyázz, vigyázz! És leült, nem baj, üljél el, leültette. Visszament, és elkezdte a darabot. A nő még 40 percig ült a ruhatárba, mert azt hitte, hogy benne van a darabban. Arról szól az előadás, hogy őt ki kell vezetni, és ült a ruhatárba, és hallgatta távolról az előadást. Abszolút, abszolút koncentrálva. Ez a jó néző. Csak hogy a hajós bosszantsam, hoztam a Covent Gardenből egy színlapot, de nézd meg, milyen érdekes. Covent Gardenben voltál? Igen. Ott volt a lóverseny? Igen. A Rost Andrát keresd meg, ott énekel. Keresd meg. Na de... Jó, mondjuk megvan. Aki keresd, ebben mi? De mi a világszenzáció át a Rost Andrát? Most nem, az a világszenzáció, hogy 7,5-6 dioptriás szemem van, tehát ha még ember velem kitolt egy ekkoras lejfényen, pici karakterekkel... Ennyi a végösszeg, azt nézd meg! Én bevallom, Daddy! Ápával! Én ezen rossz se látok, ne haragudj! Hogy egy ilyen sorozat Magyarországon, most a Gregor Jóskára nem beszéljünk, aki a Metropolitanben énekelt, de hogy három ilyen énekes nőt adtunk mi a világra. Sasszilvia, Tokodílola, Rost Andrea. Marton Éva is. Hát a Marton Éva még előbb, igen. Ez igen. Fantasztikus. És olyat énekelt, amit sose hallottam, Mithridates Pontusban, egy Mozart opera. 14 éves korában írt a Mozart. Na, Lucy, téged tényleg egy jobb helyre nem lehet. Az, hogy nem volt 40 perc... Jussi, te tudta 14 éves korodban, hogy a Mithridates volt Pontusban. Ekkora poénod már rég volt, Teddy, volt, de Jussi? Egyébként tényleg volt most egy előadás, amikor nagyon kellett. Velem? De mi? Velem? Nem veled volt. Persze! Én amikor ezt meglátom, akkor... Nem mondd, már veled is volt, de nem így! Ja, nem, van az édes bosszom, hogy megfogom a Jussi fejét, és elkezdett az állában nyuszizni. És ez elkezdett csiklandozni. És akkor megkértem a nézőket, hogy álljuk le egy fél órára. Nem nagyon megyünk tovább. Kongresszus tartott a munkáspárt, ahová Tűr... Kongresszus tartott a munkáspárt, ahová Tűrmerék nem engedték be a kizártakat. Jobb, mint a Mozart! Jobb, mint a vonó! Jobb, mint a vonó! Azért a Tűrmer ilyen jó név legyen, ezt nem gondoltam. De olyan hülyék vagyunk, mert elején kell mondani egy poén, ő végiglőgi ezt, és jó érezzük magunkat. Kongresszus tartott a munkáspárt, ahová... Te mit csinálsz? Jaj, soha sem. 12-es, hogy... Hát mi, ha olvassa, akkor nem röhögy. Jussi, tényleg még a hír előtt mondom neked, szegény Béla meghalt. Mindegy, hogy hittál. Várjátok, én helyre hozom. Judit. Nem mondtam eddig, te anya vagy. Hát, hogy ezzel nem tud nevetni. Azt akartam, hogy le, ja, hogy valami komolysága, a felelősség. Adj egy zsebkendőt! Az van az a felmosor, hogy itt inkább ezt talpon. Várjál, megmutatod neked a legnagyobb kicsit, amit életében elővezetett. Jussi, el tudnád képzelni az életedet velem? Ez lenne?
János, olyan... Megállítottam a folyamatot. Olyan van, hogy valaki lenevette magát? Van, hogy a felébe például a Jucci volt. Igen. Kongresszus. Nem, ez valami más. Ez milyen módon, hogy a rádiókamaréban kiküldték a riporterlányt, nem tudom, hogy hívják. A legnagyobb kommunizmus... Mi? Igen. A legnagyobb kommunizmus kellős közepén, hogy mit mond önöknek a Marx tér, Igen, megkérdezte, hogy kiről van elnevezve a Marx tér. Ilyeneket. Azt mondta az egyik állampolgár, azt mondja, hallottam én azt már, hogy Marx, Engels, Lenins. A másik azt mondta, hogy szegediek vagyunk, nem tudjuk. Logikus. Erre mondta a Királyhegyi azt, hogy amit az emberek nem akarnak megvenni, azt nekik nem lehet eladni. Egyszer a 60-as években bement a Királyhegyi a fészekbe, rámutatott egy kabátra, azt mondta, az ki az a kabát, az a szép kabát? Azt mondja, hogy valami pártitkáré. Aztán melyik pártnak a titkáz? Azt nem tudom, kérem mondta. Arra akartam kiukadni, hogy London legszebb helyén találták ki ezt az egészet. Ráadásul ezt az oroszok valósították meg, és nem hiszem, hogy így gondolták. És én egyszer nagyon beteg voltam, és elolvastam a Marx-Engels levelezését. Elég sokat leveleztek egymással. De hogy előtte voltál beteg, és elolvastad, és beteg lett. Nem, hát ez betegnek kell hosszabb, lenni, mert ennyi. Hosszabb betegség ennyi, volt, igen. Két hihetetlen színes, érdekes ember, a leveleik halálizgalmasak és érdekesek. Ilyen voltak, csak mondom minden. Neked. Jani. És a nőket imádták. Imi. És a Bakunyint nem szerették, és egyszer az Engels úgy jellemezte a Marxnak, hogy csak annyit mondok róla, hogy orosz. Tehát az oroszt minősítésnek használták. Ki szerette a Bakunyint? Ki? Fiatal korában. Ki? Hát ki? Bakunyin, nem tudom. Hát a Wagner. Ja, igen. Richard Wagner kedvence igen, volt a igen, Bakunyin. Igen, igen. Szerette. Most olvastam. Igen. Igen. És... De... Ez olyan... Bájá, és tíz év múlva... Ki van a moha alatt? Mohané, hát ki lenne. És 10 év múlva megakadtam ezt találni, hogy idézzem. Na most képzeld el a Marx-Engels levelezésében egyetlen egy mondatot megtalálni. Na, te megtalálod. Nem. Össze-vissza kerestem, és tudod, mit találtam? Na, mit? 40 olyan helyet, ahol szidja az oroszokat. Mindenhol, bárhol földön szidta az oroszokat. Na, az Engels. Még nem azok az oroszok voltak. Ezek már más oroszok. Én ezért csak a Tatjana levelét szoktam olvasni. Ez egészen rövid úgy. Én a Leninnek és ők nem tudják, hogy az oroszok valósították meg. Én a Leninnek a kongresszusi beszédeit olvastam, mert egyszer egy műsort szerkesztettem, fölkértek Miskolcon, csak Lenin idézetekből. Bemutattuk egy munkásszálláson, és a sportcsarnokban már be volt tiltva. Én vagyok egyetlen, aki Lenint be tudtam tiltatni a kommunizmusban. Hát olyanokat Lenin... ír a Lenin, hogy azt mondja, ha két kommunista meg akar állapodni valamiben, a legjobb, hogyha közjegyzőt hívnak. Lenin mondta azt is, hogy a kommunistákat csak a kommunisták kompromitálhatják. Igen. Jókat hihetetlen, mondott. Hihetetlen, miket mondott. Csak már nem nagyon hallgattak akkor rá, amikor ezeket mondta. Igen. Most egy furcsa élményben volt érzem. Na, ez a... Nevettél? Nem, hanem a Miminél talált egy adag endorfint. Természetesen jó kedvből kifolyólt. Én nem voltam itt a múlt héten, de állítólag bántottatok engem. De hogy? Hol voltál? Mesélj, de egy ilyen papucsot faragtok belőle. De hol voltál? Hol voltál? Londonban voltam. Miért faragtunk volna Londonban voltam, és a Derbyn. Derby? Eszkot? Eszkot. Az nem, az a Gold Cup, amit te mondasz, ez az Epsom... Epsom. Nem lónyelven beszélni, és értsem. Én nem mondtam Epsom semmi rosszat rád, én csak annyit kérdeztem, hogy mint ló vagy Londonban, vagy mint fogadó. Én... Ez a világ legnagyobb majális, a 120 ezer ember jön. Volt a Mimink alap. Tudod is, Focsi, inde, Teddy. Volt a Mimink alap, ennyit mondják. Eszkotba kötelező a kalap és a szürke zsakett. Nem csak Eszkotba, a zsinagógában is, csak és egy motiv... De ott nincs látod, akkora majál is, mint Eszkotban. Az a baj, hogy öt eunuknak nem tudom megmagyarázni... Ha Zoltai Kuszni nem hoz nekem egy üveg viszkit jövő héten, akkor nem jövök be. Öt eunuknak nem tudom megmagyarázni, hogy mi az a HRM.
ott vannak minden nap, csak nem értik, hogy ottan mi ebbe az érdekes. Tehát, de sejtik, hát három és nagy, van sejtik és nagy érdeklődéssel figyeljük. Nem, hoztam nektek egy könyv, nem mutatok sokat nyugalom, csak meg... Csak... Bocsánat, jelzem, szóval 30 mi vagyunk van az EU-nak. De Juci is EU-nuk vett ezeket. Azt mondjátok, hogy ezt a hölgyet mikor láttátok? Azt nem tudom, de én az internet... Na melyik az a hölgy, ne haragudj. Második Erzsébet. Jó, ne haragudj, nem láttam. Szerintem, amikor Kamilla fénykét meglátta. Azt látom, hogy a királynőnek endorfin termelődött az agyában. Mutatok még egy képet róla. Csak hogy ő is így viselkedik egy derbin. Ez egy... De ki győzött? Melyik ló? Egy Motivator nevű ló győzött, aminek 230 tulajdonosa van. Mennyi? 230 tulajdonosa van. Mindenki csak 200 elég társaság. Tényleg, Teddy, akkor ezt számoljuk ki, hogy milyen arányban. 10 éve nem nyert angol ló, csak amerikai vagy ír ló, tehát óriási. Ez csak ne haragudjuk, hogy a királynőt láttam így örülni, hogy amikor a Kamilla futott ugyanígy be, akkor nem örült ennyire. Azért mutattam, mert... Pedig az is legalább... Ez a Kamilla. Hát láttátok már második Erzsébetet ölni valaminek? Hát a fiának a felesége. Egy jót vacsorázott, és nagyon boldog volt. Egyébként szerdán volt a születésnapja. Azt hiszem. De belezavartuk teljesen ebben. Na, mi történt a lóval? És mit írt a királynő? Motiváló magyar ül, és ott a gumibotot hívják Motiválónak, Motivator a ló neve. Aha. Veretlen ló, 4 verseny nyert eddig. Gumibottal verték, de kívül. Veretlen gumibot. Mi vagytok az állatok, hogy kérdeztek? Mert egyéb érdekel. Veretlen gumibot, igen. Talár úr, mi volt ott a lóban? Nem, neked mesek az érdekesebb. A Szóhóba voltunk. Azt mondta a fiam, hogy menjünk... A lót hagyjuk a francba, semmi nem. Az egész család kim volt? Igen. Miből? Ez kire demagógia. Valamassuk meg farkashez. Azt sem tudod, hogy mi ez. Tegyük meg a tétjeinket. A cilindeles zsakettes újak eszkortban vannak, kérlek szépen. Ez Epsom, 120 ezer ember, ringvispil van, cigányzene van, Laci konyha van, nemzetközi cigány találkozó van, cigányzene. Csókollak, nagyon megszeretem. Nemzetközi cigány találkozó. De ahol te voltál, ott svájci sapkában jönnek, mennek a panikba. Mi volt a Szohóban, mert az életben nem megyünk tovább ebben a rohadt Szohóban, azt mondta a nagyobbik fiam, ígyunk meg egy sört. És mentünk a Szohóba, és minden ajtóba egy hölgy állt. De még benned van az a sör. Azt mondta, akkor, azt mondta a gyerek, akkor talán mégse sört ígyunk. Igen. És egyre inkább látszódott, hogy rossz helyen adjuk a sört meginni. Marihuanát nem próbáltad? Nem. Gyorsabban hagyd. Várjál, légyen ittek egy pohár sört. Aztán... Most azért próbálom menteni a helyzetet. Várjál! Minden ajtóban egy hölgy állt, és ugye mind láttam, hogy ide talán nem menjünk be. Ő a sörre szavazott. Nem. És végül találtam egy kocsmát, ahol 100 úr volt. Egyetlen egy hölgy se volt, és szokatlan érdeklődést tanúsítottak egymás iránt, és szóltam, hogy minek most jobb. De tényleg... Nekem eszembe jött, jövő héten van az utolsó adás, amikor Erzsébet bejön ide, és hoz egy üveg viszkit a veremet. Az APEH munkaügyi ellenőrzést tartott... Hát ez most jó. Na jó, vissza a lovakra. Vissza a lovakra. Az APEH munkaügyi ellenőrzést tartott Ferihegyen. A 329 dolgozó közül 2-nél tudták minden kétséget kizáróan megállapítani, hogy az összes szükséges papírral rendelkeznek. Pár órával később ismét átfésülték az építkezés területét, és újabb 15-20 főt találtak, akik addig föld alatti alagutakba szerelő akrába bújtak. Ez Magyarországon van. Közöttük, ám, köztük egy ukrán férfi, aki munkavállalási engedéllyel és foglalkoztatója befogadó nyilatkozatával is rendelkezett. Arra a kérdésre, hogy akkor miért bújt el, azt válaszolta, hogy bármilyen hatósági ellenőrzéskor megszokásból mindig elbújt. Leginnek az édesapját biztos Pavlovnak hívta. Nem tudom, miért voltak meglepődve, mert... Fölvillan a fény, akkor éhes is lesz. Az... Már... Igen. Említettél engem ezzel kapcsolatban múlt héten ezzel a hírrel. Hogy a... Mivel? 1478-ban fekete munkája mit mondtam volna? Hogy a nem tudom, már de perejben. Nem, csak erről is tudok egy lóversenyt történetet. Jaj, jaj! Nem. Nem, ezt elhoztam megmutatni nektek, de ezzel befejezem. Ez a, ez a világ leghíresebb zsókja. Két kávét kérünk szépen. Ez a világ leghíresebb zsókja, Lester Pigott, aki ott 9-szer nyert angol derbit, nyert 16 más derbit. Egy derbi egy évben egyszer van, tehát 9 derbit nyerni képtelenség, a második legtöbb az 5. Tehát
híresebb ember az angol királynőnél. Úristen. Ez egy... Ott nagyon piciben a Mimi és a Teddy ott látszanak. Kicsit olyan bigott ember, nem? Nem, itt van. És aláírása... melyik angol klub faláról akasztottad le ezt a klubot? Dedikálta nekem, itt van az aláírása. De mi, ő még él? Igen, igen. És néhány évig nem tudott lovagolni a derbibe, tudjátok miért? Nem volt ló. Azért, mert adócsalásért egy évre becsukták börtönbe. A leghíresebb angolt is beizélik a börtönbe. Én biztos vagyok benne, hogy még a kulcsár is lesz nyerekben. Nem, hogy nálunk ezek olyan bocsánatos bűnök, hogy valaki nem fizet adót, és ott gyakorlatilag a példaképüket is bevágják a sítve. Ha elszaladt vele a ló. Az a baj. Az olyan jó, hogy a Teddy mond egy baromi unalmas történetet, mi meg rámondjuk a poént, és ő ugyanazt a pénzt. Én is, tényleg, ugye, hogy én is? Néha. Képzeld el a hadsereg sajót, mit veszekedhetett? Tudom én, hát csak azért mondom, hogy engem szeretsenek téged meg meg. Gyerekek, elmondhatom a hét legabszurdabb pillanatát? Nem, menjünk tovább. Ingyen bugyival és melltartóval próbálta rávenni a nőket Zimbabvéban egy politikus, hogy rászavazzanak. Az afrikai országban nem szokatlan, hogy ajándékokat osztogatnak a választási kampány során, de a bugyi kampányt a leendő honatja saját pártja sem nézi jó szemmel. Mi lesz itt 2006-ban, gyerekek? Afrikában melltartót olyan sokat hordanak? Hát azért kuriózum. És akkor a fejére húzza a nő, de örül neki. Hát nem tudja, hogy mire való. Mekkora adagokat fogsz te kávéból, banánból kapni Afrikából. Mikor majd ezért elnézést kérsz? Jönnek a fekete bőrű csajok. De nyugodtan befejezheted unalmasan, mert mondtam, hogy már ilyenkor rég alszom, tehát nem érdekel. Nekem szólsz, amikor azelőtt, mert van egy ötletem, hogy hogy lehetne vége a műsornak. Na, csinálj. De még nem tudom, vagy már ott van? Nem, még van egy lehet, híre. Ha akarod, akkor vége lehet. Jó. Tessék. Akarjam. Hogy én arra gondoltam, hogy csak mert ez a műsor elején ez így felmerült, hogy volt már olyan, hogy mi cigányul elköszöntünk? Mert hogy azt a nyelvet is beszélik itt. És hogy vannak olyanok közöttünk, akik esetleg segíthetnek, hogy hogy kell elköszönni, nem? Én beszéltem cigányul egy tévébe, nem tévébe, színházba, de azt elfelejtettem. A miniszterelnök is beszélt, és akkor nagyon megrólták, és kikérték maguknak. De mi most nem csak úgy azért, hogy jópofáskodjunk, hanem hiszen ez most egy téma volt, és akkor na, ugye milyen bajban vagyunk, hogy nem? Hát vannak állampolgárok, akiknek nem tudunk köszönni. Esetleg most ezen így segíthetnénk, hogy ez hogy kell? Tényleg, hogy kell? Az, hogy viszont, mit szoktál mondani? Hát a viszont. Egyet tudok, egyet és tudok. És az összes telefonszámot kéne elmondani. Hát mi úgy szoktuk elköszönni, hogy viszont látásra. Mi? Csináljuk úgy, hogy én gyorsan elmondom, hogy van ez a telefonszáma 06138221444, meg van a Budapest 1119, Fehérvár 8995, van a Teletext 637-es oldala, azt nézik meg, hetjetes.rtlklub.hu, meg van a www.rtlklub.hu, ezek mind vannak, és még egy hét múlva egy adás lesz, és akkor most ön köszön el. Deltomodellási Rátyi.